jótékonysági rendezvényünk nyitányaként felkérem Erdős Norbert, kormány megbízott urat, tartsa meg bál megnyitó beszédét. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden résztvevőt, és engedjék meg, hogy most egy kicsit úgy visszamenjek a múltba, olyan gondolatokat mondjak el esetleg önöknek, amit eddig még nem mondtam. És a 9. bál alkalmával, főleg, hogy az ember már 6. alkalommal fővédnök egy bálnak, amit köszönök a kuratóriumnak, remélem, hogy a magunk eszközeivel sikerül hozzájárulni, hogy a bál minden alkalommal sikeres legyen. Azt hiszem, hogy a bálhoz és a gyógypedagógiai egységhez kötődően érdemes egy picit visszagondolni a múltra, hogy ki hogyan állt hozzá, és nagy öröm számomra, hogy itt van Zámbó András igazgató úr is, aki azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor ő nekilátott a gyógypedagógiai egység fejlesztéséhez, akkor nagyon-nagyon sokat tett hozzá. Azt hiszem, hogy minden gyógypedagógus, minden tanár elismerően bólint az ő munkásságára, úgyhogy köszönöm szépen Zámbó Andrásnak a munkát. Köszönöm szépen Pataki Attilának a munkát, aki a kuratórium elnökeként immár 9. éve szervezi a bált, és sok-sok 100 000 forintot hozott össze a bál kapcsán, amiből minden alkalommal, a tavalyi évben is különböző eszközök, padok, berendezések, fellépő ruhák, stb., amivel gazdagították gyermekeinket, és nyilvánvalóan az oktatást kiegészítették és segítették. Úgyhogy köszönöm a kuratórium minden tagjának a hosszú éves munkát, és még egyszer köszönöm Pataki Attilának, aki ugye a sajátjából, a magáéból is sokat fordít erre az ügyre. És engedjék meg, hogy visszaérve az önök türelmével, ez az első olyan alkalom, amikor itt egy kicsit ilyen kvázi fenntartóként állok önök előtt, és azt hiszem, hogy dr. Lehóczky Rékának, a Megyei Intézmény Fenntartó Központ vezető helyettesének is köszönetet kell, hogy mondjak az önök nevébe, hiszen 71 millió forint érkezett pluszba a Tisza-Kálmán Oktatási Intézményhez, ebből közel 10 millió a gyógypedagógiai egységhez, tehát minden normatíván felül, ez csak az Intézmény Fenntartó Központnak köszönhető döntés volt, hogy ezek a pénzek ide érkeztek, úgyhogy köszönet a Megyei Intézmény Fenntartó Központnak. És engedjék meg, hogy arra is kitérjek, hogy a Megyei Intézmény Fenntartó Központ ebben az évben 17-17 millió forinttal járult hozzá a kafetéria tekintetében, és ez a második olyan év. Hosszú-hosszú éveken keresztül nem volt olyan év, amikor kafetériát kaptak a pedagógusaink. Ez minden pedagógust érintett, azt hiszem azért nem kis összegről van szó. Félretéve a számokat, félretéve minden matematikát, engedjék meg, hogy búcsúzóul, örömömet kifejezve, és bátorítván önöket az adakozásra, egy ismerős arcok együttes gondolataival búcsúzzak önöktől, bátorítva még egyszer mondom önöket az adakozásra, hiszen szép dologért jöttünk össze, jó dologért jöttünk össze. Hát nézzük. Mert nekünk ott van az otthonunk, ahol gyermekként játszottunk, apánk az ajtóban állt, anyánk étellel várt, ahol ébren is álmodtunk. Ahol a harangok hangja szállt, ahol nagyapánk háza állt, ahol szó volt a szó, hol a rossz is túl jó. Ez az egy út, mi járható. Ez az az út, ami járható a mi gyermekeinknek. Az aranykosár alapítványra emelem nem létező poharam. Köszönöm, hogy meghallgattak. A bálat megnyitom. Hagyománnyá vált nálunk az utóbbi években, hogy ezekre az eseményekre gyerekeink is borzasztó nagy lelkesedéssel és szorgalommal készülnek.
Az elkövetkező percekben fogadják nagy-nagy szeretettel gyermekeik műsorát. Elsőként jöjjenek az ovisok, hagyj hencegjek egy kicsit. Az ovisaink első ízben lépnek föl városi rendezvényen. Fogadják nagy-nagy szeretettel őket a kicsik vásári forgataga. Itt van a szép reggel, elmegyünk a vásárba. Veszünk tyúkot, kakast, libát, disznót, lovat, tehenet, halat. Viszünk is valamit eladni a vásárba. Levente! Igen? Húzd ide a kiskocsit! Hozom! Rá egy zsák kukoricát. Azt a nagy zsák kukoricát? Én tegyem fel? Azt. Mindig engem dolgoztatsz. Itt a nagy zsák kukorica. Tessék! Tegyél fölre egy zsák káposztát, az a pincében van. Köszi! Pince! És végül tegyél fölre egy zsák répát. Répát? Jó. De kitaláltam ám valamit. Itt a zsák répa. Felemelem. Meglengetem. Tessék. Kész? Kész. Akkor indulhatunk a vásárba. Szép lányok. Szép lányok? Na, akkor tényleg nem megyek be, mert aztán a végén megházasodom. Jaj, menjél csak be nyugodtan. Összeszedem minden bátorságom. Oda megyek a kilincshez. Megfogom. Kinyitom az ajtót.
okos a muzsika? Te Zoli, kell félni a muzsikától? Nem kell félni tőle. Akkor most utoljára kinyitjuk az ajtót, és nyitva is hagyjuk. Egy, kettő, három. Műsorszámunk a 7. osztályosok bajortánca lesz. Hajdú Andrea gyógypedagógus kolléganő tanította be a gyerekeket. Hajrá! És táncos est.
elmaradhatatlan tánca egy revütánc. Fogadják nagy-nagy szeretettel a szakiskola 9. osztályának a kánkányját. Roskadásig tele asztalt láthatnak. Ezeket a tárgyakat meg lehet nyerni tombola húzással. Támogatóink listáját láthatják itt feltüntetve. Nem szeretnék kiemelni igazán senkit, mert értékesebbnél értékesebb ajándékokkal halmoztak el bennünket, ezzel is hozzájárulva jótékonysági estünk sikeréhez. Köszönöm szépen minden támogatónknak! Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást, jó étvágyat a vacsorához, és felkérem dr. Pálmai Tamás alpolgármester urat, hogy mondja el pohár köszöntőjét. Kedves vendégek, kedves házigazdák! Először is kalapomat szeretném emelni a házigazdák előtt. Nem csak ezért az estéért, amit ma ismételten összehoztak, hogy így mondjuk profánul, hanem azért, ami a két bálat összeköti. Hisz szép és jó egy jótékonysági bál. De mit sem érne az egész, hogyha a kettőt nem kötné össze az, amit ebben az esetben úgy nevezünk, hogy elkötelezett munka, hogy a szívük mélyéről jövő szeretet, hisz az a foglalkozás, az a mesterség, hogy így emlegessük, az a hivatás inkább talán, amit ők üznek, az olyan, amit e-kvalitások nélkül művelni nem lehet és nem is szabad. Mindezek a szavak nem csak az én elismerésemet jelentik természetesen, és nem csak a civil szervezetét, amelyet képviselek a készét, hanem este ezt mondom a város önkormányzatának, és Izsó Gábor polgármester úrnak a nevében is, kinek és magam nevében jó ét és étvágyat, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt vannak. És ha minden igaz, akkor lassan jön a vacsora. Fogadják nagy-nagy szeretettel, és jó étvágyat kívánok. Ínyenceknek való fogások fognak következni.
Köszönöm, Csupi Elkezdenék a tombolózást, amit azért elég sokan várnak, azt gondolom. Nagyon sok felajánlás érkezett, nagyon sok tombolatárgyunk van. Minden tombolatárgyra rá van tűzve, hogy kitől kaptuk, ki ajánlotta föl, ki hozta, ki adta, ki ajándékozta. Nagyon sok az ajándék, tehát nem fogjuk mondani külön-külön, hogy melyiket kitől, honnan, miért, meddig. Rendben van, így azt hiszem ez nem jelent problémát. A fődíj egy tévé. És egy házi mozi. Arra kérném, hogy jelezzenek, akiknél a szám van, hogy a segítőink tudjanak menni az ajándékkal. Hozza! 4443. 4421. 2870. 3000.